Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! Önök a Dombó Televízió keddesti híradóját látják szeptember 12-én. Új parkolót avattak. A Zöldliget tagóvoda előtt 18 autó fér el mostantól. Valami bűzlik Szőlőhegyen. Panaszkodnak az ott lakók. Ismét kerékpárra pattantak. Ezúttal Tüskében mondhatták el panaszaikat a városrészben élők. Szeptember 4-én a város polgármestere adta át azt az új parkolót, amit a Zöldliget tagóvoda előtt építetett ki az önkormányzat. A szolid ünnepségen részt vett a természetesen Dombóvár több képviselője is. Tervünk az, hogy a Pannonia utcában a jövő héttől megszüntetjük a megállási lehetőséget az autósoknak. Ennek pedig az elsődleges oka az, hogy szeretnénk az út két oldalán a Platán tértől az Árpád utcáig egy olyan kerékpáros sávot kijelölni, mely sárga szaggatott lesz, tehát nem azt jelenti, hogy az autósok nem hajthatnak rá, de a kerékpárosoknak egyfajta biztonsági zónát fog jelenteni. A Pannonia utca 20-24 szám alatti társasház lakóközösségével még idén tavasszal volt egy lakógyűlés, melyen részt vett Tigelman Péter és Szatmári Gyula képviselő is. A fórumon azt vetették fel a városvezetői, hogy az ingatlan melletti társasházakhoz hasonlóan az épület déli oldalán építtetnének egy új parkolót, de ezt a javaslatot az érdekeltek elvetették azzal az indokkal, hogy nem szeretnék, ha reggelente a lakásaik ablaka alatt püfögnének a járművek. Emiatt jutott az önkormányzat velük közös megállapodásra abban, hogy a Zöldliget tagóvoda előtt alakítatja ki az új parkolót. A Pannonia utcában eredetileg 16 darab autónak a megállási lehetősége volt. Itt most 18 parkoló épült, úgyhogy az egyik parkolónak a mérete akkora, hogy majd később a mozgássérültek részére is lehetőség lesz kijelölni ezt a parkolót. A Pannonia utcában az új forgalmi rend hamarosan bevezetésre kerül. Rövid türelmi időt követően a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal közterületfelügyelői és a helyi rendőrök olyan akciót indítanak majd közösen, aminek eredményeként a tilosban megállók és várakozók gondolkodását sikerül majd gyorsan átállítani. Összességében úgy gondolom, hogy egy olyan parkolót adtunk át, mely a város és az itteni lakóközösség és az óvoda intézménye közös akarata és elhatározása volt, igazi partnerségben épült meg. A polgármester a szeptember 4-i átadás alkalmával köszönetet mondott a munkálatok műszaki előkészítésében résztvevő Dománszki Józsefnek és a kivitelezést végző COVID-95 Kft. Ügyvezetőjének, Kovács Tibornak. Modernizálódik a nemrégiben a Dombóvár Városkönyvtárának vezetése alá kerülő helytörténeti gyűjtemény. Új technika és berendezés fogadja ősz közepétől a látogatókat. A helytörténeti gyűjtemény kiállító termeik kiürültek, a régi 80-as évekbeli vitrineknek már csak hűlt helye van. Helyettük a Dombóvár Város és Lakásgazdálkodási NKFT szakemberei bontják szét a belső termeket. Ahogy körbenézünk, lehet látni, hogy egy teljesen új kiállítás van kialakulóban. A tavasszal jött a gondolat, illetve a Kubinyi Ágoston pályázat kapcsán már korábban is felmerült, de a pályázattól függetlenül a polgármester úr javaslatára tavasszal összeült egy ilyen szakmai stáb, akkor kezdtük el kidolgozni az új kiállításnak a menetét. Müller Ádám múzeum pedagógus elmondta, hogy fontosnak tartják, hogy azt a gyűjtő munkát, amit az egyesület megkezdett, azt átmentsék egy 21. századi felfogásnak megfelelően. Kevesebb szöveggel, kevesebb beltéri elemmel, és mindenképpen szeretnék élni a technikai lehetőségekkel, tehát információs pulton keresztül, aki bővebb információhoz szeretne jutni, az is megteheti. A múzeum pedagógus kiemelte, hogy a régi vitrinek és keretezett képek nem alkottak egységet, a mai időkben pedig nagyon fontos, hogy a látogatók a kor elvárásainak megfelelő kiállítást tekinthessenek meg. Az átalakítással megváltoznak a falfelületek is, élénk és üdes szín kapnak, ezzel akarnak kellemes hatást gyakorolni a látogatók érzékszerűségére.
szerveire. Mindemellett sor került egy faragott kövekből álló boltív beépítésére is. Az új tárlaton jelenleg egy komoly szakmai stáb dolgozik. Az, hogy pontosan mi fogadja majd a látogatókat össze, egyelőre még meglepetés. Annyit feltétlenül el kell mondani, hogy bővül a kiállítási anyag, tehát a tér is bővül, az állandó kiállítás egy plusz termet be tudunk vonni, így azon, hogy még gazdagabb. És hát lesznek olyan kiállított anyagok, tárgyak, amik vagy nem szerepeltek korábban, vagy nagyon rövid ideig, lásd itt az őskornál a teszkós anyag, illetve, ahogy mondtam, itt az újkor történetnél is egy teljesen új felfogásban jelennek meg majd a fontos információk. A megújuló állandó kiállítás létrejöttével színesebbé teszik a tárlatban kiemelt történelmi korok eseményeit és helyszíneit. Az átalakított helytörténeti gyűjtemény várhatóan az ősz közepére készül el. Valami bűzlik Szőlőhegyen. Az ott lakókat az elmúlt hetekben nagyon zavarta az a kellemetlen szag, melynek a forrását próbáltuk kideríteni, ám eddig nem jártunk sikerrel. Sokan megkerestek ebbe az ügybe, hogy próbáljunk meg valamit tenni. Az elviselhetetlen szagterhelés, bűz, ami körülbelül 2 hete gyakorlatilag minden nap, minden este, minden éjjel jelentkezik. És ez olyan mértékű ez a szagterhelés, ez a brutális fekália szag, hogy éjszakára ablakot nem lehet, nem tudnak nyitni. Én magam részéről megkerestem a biogázüzem vezetőjét, Molnár István urat, kértem tájékoztatást, hogy a szag eredete az lehet-e a biogázüzembe végzett tevékenység, de azt a tájékoztatást kaptam, hogy körülbelül 2 hete felújítás folyik az üzembe, tehát nem is dolgoznak. A 2009-ben átadott biogázüzemet és bioetanol gyárat, valamint a hamarosan induló virágkertészetet magába foglaló bioenergia farm ügyvezetője elmondta, hogy az egész telep anaerob körülményekkel, azaz levegőtől elzártan üzemel, zárt csőrendszeren keresztül történik mindenütt az anyagmozgatás, így csak akkor kerülhetnek kellemetlen szaghatást okozó vegyületek a levegőbe, ha a rendszer valahol meghibásodik. A rendszer olyan jellegű és olyan mértékű biztonsági technikai berendezésekkel van felszerelve, hogy a legkisebb szivárgás esetén is azonnal leállítja az üzem működését a számítógép, és az egész működést figyelő számítógép. Telefonon üzenetet küld a telepvezetőnek, a biogázüzem vezetőjének, a műszaki irányítást végző személynek, tűzoltóságnak, katasztrófavédelemnek, egyéb más helyekre, ezt automatikusan megteszi, nekünk nem is kell ezzel foglalkozni. Körülbelül 43 pontban van beépítve ilyen figyelőrendszer. Így valószínűsíthetően nem a szakforrása a biogázüzem. A kaposszekcsői mezőgazdasági RT elnökével is tárgyaltam, aki tájékoztatott, hogy ilyen jellegű tevékenységet, tehát trágyázni nem trágyáznak, addig, amíg a biogázüzem nem működik, nem szállítanak ki fekáliát. Még egy lehetséges forrás, bűzforrás van, amit el tudok képzelni, az a csatorna rendszer meghibásodása. A DRV-t tájékoztattuk és fölkértük ennek a kivizsgálására. A nagy hőségben jelentkező szagproblémák a hűvösre fordult időjárás beköszöntével előbb jelentősen enyhültek, majd megszűntek. Szeptember 6-án folytatódott az a kerékpáros bejárás, mely során a város polgármestere képviselőtársaival és az önkormányzati hivatal dolgozóival közösen felkeresi a különböző városrészeken élőket. Teszi mindezt annak érdekében, hogy az ott lakóktól tájékoztatást kapjon az őket érintő problémákról. Ezúttal Tüskébe kerekezett ki a kis csapat. Szabó Lóránddal tartott a várost irányító testület 2 tagja, Molnár Tünde és Tóth Gyula, valamint több hivatali ügyintéző is, akiket a Szent Vendel szobornál már vártak a helybeliek. Elsőként a Gagarin utca lakói panaszolták a jelentős járműforgalom okozta gondjaikat. Városhatáron kívül megcsinálták a 61-es utat, erre befelé már nem csinálták meg, már repedeznek az épületek, hogy miért nem lehetett a városon belül is megcsinálni. Ezt a problémát
valahogyan meg kellene oldani, már még csak nem is fotózták be azokat a lukakat, amik vannak, mennek ezek a több száz mázsás autók erre, tonnás autók, és akkor a tányérok zörögnek a szekrénybe, repedeznek a falak, lassan már, hát ott meg még rosszabb a helyzet. Lassan már azt várom, hogy a tátőrű majd potyognak a cserepek. A polgármester elmondta, hogy a 61-es számú főút nem a város önkormányzatának kezelésében van, így ő is csak jelezni tudja a Gagarin utcában lakók elégedetlenségét a Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolna megyei igazgatóságának. Annak vezetője a szeptemberi képviselőtestületi ülésen jelen lesz, és az érintettek neki akkor elmondhatják véleményüket, és feltették kérdéseiket a témával kapcsolatban. Akadt olyan, aki azt jelezte, hogy a Szent Vendel utcában két egymás melletti villanyoszlopról néhány évvel ezelőtt leszerelték a közvilágítást biztosító lámpákat, melyek azóta sem kerültek vissza a helyükre, így esténként sötétben kénytelennek botorkálni a járdán a gyalogosok. Más azt kifogásolta, hogy a közelében számos haszonállatot tartanak, melyek a nyári hőségben nem csak roppant kellemetlen szagokat árasztanak, hanem az azokat körülvevő rovarok is gyakran ellepik a portájukat. Mi ma annyit könyörögtünk, voltunk bent is, de ott mennyi, és olyan bűz van, hogy már megdöglünk, nem tudunk kint lenni. Nem tudunk kint lenni. Aki megy arra, mindenki azt mondja, hogy ti nálatok milyen büdös van. Nem mi nálunk, de olyan büdös van nálunk, hogy mi nem bírunk szellőztetni, mert a bogarak, az unokák már nem jönnek, mert mama, ti nálatok mindig büdös van. Szabó Lóránd ígéretet tett arra, hogy az önkormányzati hivatal illetékes munkatársai hamarosan megvizsgálják az állattartás körülményeit, és a tapasztaltak alapján fognak intézkedni. A delegáció még felkereste a Dankó Pista utcában élő hátrányos helyzetű családokat is, melyek tagjai közül többen arra kérték a képviselőtestületet, hogy térre ismét biztosítson számukra ingyenesen tűzifát. 78. alkalommal tartották meg szeptember 7-én a Dombóvári Herbáriumot. A Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesület természetbarát és környezetérzékeny foglalkozásának témája ezúttal a víz alatti világ volt, melyet két búvár, Kertész Viktória és Netz Zoltán mutattak be. Kertész Viktória párjával együtt Dombóváról származik. A herbárium háziasszonyának, Bordi Annának a meghívására most visszatértek szülővárosukba. Egyrészt most ezt bevallom, ez egy kicsit anyai hiúság is, a gyerekeim búvárkodnak, és a nyáron Vöröstengeren merültek, és gyönyörű képeket hoztak, amit ugye a családon belül láttunk, és én úgy gondoltam, hogy ezt érdemes lenne megosztani a nagy közönséggel, úgyhogy azért hívtam el őket. Viktória közel 2 éve búvárkodik, erről tartott előadást. Már régóta vonzotta a víz alatti világ, hiszen, mint elmondta, az űrvilágról sokkal többet tudunk, annak ellenére, hogy a Földünk 71%-át borítja víz. Viktória pedig elhatározta, kideríti, mi van odalent a mélyben. A víz alatt igazából hihetetlenül nagy a csend, tehát az egészen biztos, tehát egy teljesen más világ tárul elénk igazából. Megvannak ott is a szabályok, ugyanúgy, mint a felszínen, de ez egy teljesen más, egy mesevilág. Tehát egy mások a színek, mások az élőlények, máshogy kell mozogni, tehát egy teljesen új világ. A víz elnyeli a fényt, de amit elnyel, az csak bizonyos mértékben engedi át. A legtöbb szín a partvizeknél 200 méterig látható, mondta el a hobbi búvár. Eddig a mélységig még minden ugyanazt a színét mutatja, mint a szárazföldön. Azonban ennél mélyenben már megváltozik a helyzet. Először a piros szín tűnik el, majd a sárga és a zöld, minél mélyebbre merülünk. Viktória búvárruhája például piros, azonban 200 méter alatt már lilává változik, mesélte a dombóvári lány. Az előadás alkalmával azonban a legkülönlegesebb élményét is megosztotta. A különleges szoborpark a tenger mélyén igazából, annyira nem mélyen, de ez egy különleges kezdeményezés Európában. Ez az első ilyen szoborpark, és ez a Kanári-szigeteken található, úgyhogy ez volt az, ami nekem egy hatalmas élmény volt, hogy szobrokat láthattam a víz alatt. Az előadás alatt rengeteg csodálatos képet láthattak a herbáriumon résztvevő érdeklődők, az óceán és a tengervilágának képeivel ismerkedhettek meg. Fennállásának 5 éves évfordulóját ünnepelte a Helmut Brock blokkflőte együttes szeptember 10-én a Tinódi Ház Pince Színházában. A jubileumi hangversenyen először az együttes mai szakmai hátterét és utánpótlását biztosító Szent Orsolya Iskola Központ blokkflőte kamara együttesét hallhatták a jelenlévők. A koncert második részében pedig a Helmut Brock blokkflőte együttes műsorát élvezhették a résztvevők.
Most pedig jöjjön néhány közéleti hír. Civil fórumot tartottak a Városházán szeptember 4-én. Boldog Népethes Janka, a civil tanács elnöke új egyesületet köszöntött a köreikben. A fórumon részt vett a legnagyobb létszámú dombóvári szervezet, a Dombóvári Horgász Egyesület, elnöke Bisoff Attila és elnök helyettese Gábor Zoltán is. Az új tagok bemutatkozása után megtárgyalták a civil ünnepi gála programjait, amit szeptember 24-én tartanak a Tinódi házban. Ezen kívül a civil díjra jelölés szabályait, az egyebek napi rendi pontban pedig a civil tanács pénzkeretét is megtárgyalták. A polgármester és az adott körzet képviselői jártak be két óvodát, abból a célból, hogy megtekintsék a nemrégiben végbe ment felújítások, változások eredményeit. A Szivárvány óvodában két csoportban is megoldották a szellőzés hiányát, egy kupolát építettek be az öltöző terekbe. A modern szerkezetek távirányítóval működnek, ha pedig esőcseppeket érzékelnek, rögtön bezáródnak. Emellett az udvaron is történtek változások, 40 méter hosszan újult meg a kerítés. A következő cél a terasz átalakítása lesz, mondta el Szabó Lóránt polgármester. A bejárás második állomása a Zöldliget, egykori Amália óvoda volt, ahol megtekintették a nyári szünet alatt elkészített két vizes blokkot, valamint a felújított játszótéri elemeket. Itt a következő lépés még két vizes blokk, valamint a folyosó felújítása lesz. Nézzük meg néhány önkormányzati felhívást. Dombóvárváros önkormányzata útburkolati jelfestéseket végeztet szeptember 10 és 29 között a Teleki utcai, az Adi utcai, a Pannónia úti, a Dombópál utcai és az Árnyas utcai járműparkolókban. Kérik, hogy az említett időszakban a felsorolt helyszíneken a parkolóhelyeket hagyják szabadon. Aki a felhívás ellenére autójával vagy motorkerékpárjával mégis használja a parkolókat, az számítson arra, hogy a zavartalan munkavégzés érdekében Dombóvárváros önkormányzata a gépjárművet elszállítatja a gépjármű tulajdonosának költségére. Dombóvárváros önkormányzata és a Délkom Nonprofit Kft. Lomtalanítási akciót szervez a településen a szabványos edényzetben nem helyezhető hulladékok elszállítására szeptember 11 és 15 között. Az ingatlanok elé kihelyezett lomot szeptember 11-én hétfőn Szőlőhegyről és Szuhajdomról, szeptember 12-én kedden a belvárosból, szeptember 13-án szerdán Kertvárosból, szeptember 14-én csütörtökön Újdombóváról, szeptember 15-én pénteken pedig Gunarasból és Tüskéből gyűjti össze és szállítja el a szolgáltató. A lomtalanítási akció szabályairól bővebben képújságunk oldalain tájékozódhat. A Városháza mellett is Tart Pláza minden nap más település helyi termékeit kínálja. A helyi termelői piac változatlan nyitvatartással és működési renddel üzemel. A heti kínálatról bővebb információt a természetesen Dombóvár Facebook oldalán olvashat. Dombóvárváros önkormányzata kéri a lakosságot, hogy a településen észlelt közvilágítási hibákat szíveskedjenek Csősz László kapcsolattartónak jelezni levélben a 7200 Dombóvár Szabadság utca 18 címre, e-mailben a csoszlaszlókukac.dombóvár.hu címre, vagy telefonon a 74-es körzet 564-517-es számra. Nézzük meg, mi vár ránk az elkövetkezendő napokban. Őri Gábor kiadványtervezőnek a Magyar Fotográfia Napja alkalmából megnyitott Reflexó című fénykép és plakát kiállítását az érdeklődők szeptember 16-ig nézhetik meg a Tinódi Ház Majoros galériájában. Szeptember 15-én pénteken este 6 órakor Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 címmel nyílik kiállítás a Tinódi Házban. Utána pedig Szalóki Ági Csak egy nap a világ címmel tart karádi estet szintén a Tinódi Házban 19 órai kezdettel. A belépés mindkét programra ingyenes. Péntek esti ház a Tinódi Házban címben filmvetítés lesz szeptember 21-én 19 órakor. Az érdeklődők 500 forint jegyár megfizetése után a Gemenc Árterek Világa című természetfilmet nézhetik meg a Gemenci erdő élővilágáról. Ismét változatos programokkal várja önöket Dombóvárváros önkormányzata, a Tinódi Ház Kft. És Dombóvárváros könyvtára szeptember 22-én, az autómentes napon a Dombópál utcában és a Tinódi Ház környékén. A részletes programokról Facebook oldalunkon tájékozódhatnak. Sporthíreink következnek. Egy teljesen új edzésformát próbált ki a Dombóvári Futballklub csapata. A fiúknak egy instabil eszközön kellett különböző gyakorlatokat végrehajtaniuk. A nyílt edzésen több sportegyesület edzője is részt vett. Kíváncsiak voltak, hogy az ő sportágukban mennyire lehet majd hasznos a bosú.
Nem is olyan könnyű ezen az eszközön megállni, nagy koncentrációt igényel, hogy le ne essünk, láttuk a DFC focistáitól. Nem is beszélve az izmokról, amelyek szinte végig mozgásban vannak. Az eszköz célja a prevenció, tehát a megelőzés, kiméli a szalagokat. Emellett pedig fejleszti a koncentrációt és az állóképességet. Ez egy új dolog, tehát ez ugye nyugaton most már a Star kluboknál ugye, hát nagyon régóta dolgoznak ebben, nem csak a labdarúgásban, hanem kosárlabda, kézilabda, meg többi sportágnál is. Én tavaly ismerkedtem meg vele, amikor elvégeztem ezt a Bosú képzést, hogy jó kapcsolatot ápolok a vezetőkkel, az RP-kkel, meg a Krisztályékkal is, és megkértem őket, hogy jöjjenek el egy ilyen workshop bemutató edzésre. A fiúk nagyon élvezték a bemutatót, a Bosúnak nevezett félgömb alakzat jól megdolgoztatta őket. Kívülről egész könnyűnek látszik ugrálni és egyensúlyozni a labdákon, azonban ez csak a látszat, az eszköz szinte minden porcikájukat megdolgoztatta. A kezdeti nevetgélést egy erőteljes izzadás váltotta fel, a rendhagyó edzést pedig a Bosú egyik trénere tartotta. Egy nagyon komplex edzésmunkát fognak végezni a fiúk, instabil közegben történő edzésmódszerekkel fognak megismerkedni, aminek az egyik fő eszköz az a Bosú Balance tréner. Ezzel fogjuk kezdeni igazából magát a programot. Úgy tervezzük, hogy a Bosúval csinálunk bemelegítő variációkat, aklimatizációs, mobilizációs, stabilizációs gyakorlatokat, ami szinte minden sportágban meg a helyét, és minden sportolónak kellene minden edzésen végezni. Mint megtudtuk, a focisuli utánpótlása már 10 ilyen stabilizációs eszközt használ az edzéseken. Kardos Ernő, a nemrégiben Dombovárra érkező edző és egyben játékos is reméli, hogy a közeljövőben már saját eszközökön edzhetnek a Dombovári Futballklub felnőtt focistái is. Horgos Szilárd a Budapesten megrendezett 17. FINA Masters világbajnokságon bizonyította be, hogy nem csak a fiatalok képesek nagy tettekre. 48 évesen az óriási sikert aratott vízi világbajnokság uszodájában mérettette meg magát a szeniorok versenyén. Olyan neves sportolók után ugorhatott vízbe, mint például Hosszú Katinka, Gyurta Dani vagy éppen Cseh László. Horgos Szilárd egyedül képviselte Dombovárt, mi több egész Tolnamegyét a 17. FINA Masters világbajnokságon. Szilárd egy évvel ezelőtt döntött úgy, hogy életmódot vált, elkezdett odafigyelni az étkezésekre, emellett pedig úszni járt. 33 kg-tól szabadult meg, majd úgy döntött a jó formájának köszönhetően benevez a rangos szeniorok versenyére. A nevezés érdekében a szentesi úszókhoz csatlakozott. Itt 9300 ember volt, ez egy héten keresztül zajlik, ez már 16-18 éve van a másik világbajnokság után, és nagyon jó hangulat van. Az idősebb, 97 éves volt egy magyar induló, a legidősebb bácsi, 96 éves egy Amerikában jött néni, és a 25 évestől is az a legfiatalabb kategória. Szilárd a 45 és 50 év közöttiek versenyén indult el, főként a sprint számokra koncentrált. Mint elmondta, óriási élmény volt abban az uszodában vízbe ugrani, amelyben előtte a legnagyobb nevek mérettették meg magukat. Én az 50 és a 100 gyorsan indultam, ott a középmezőnyben indultam, végeztem. A váltóba is a Szentesi Delfin csapatában úszom. Ott is középmezőnyben végeztünk. Én nekem ez a legjobb egyéni időmet úsztam, ez elég, mivel én nem a győzelemre hajtottam, hanem a részvétel fontos alapján így sikerült. De én meg vagyok magammal elégedve. Szilárd annyira élvezte a versenyt, hogy jövőre a Szlovéniában megrendezett Európa-bajnokságon is részt vesz. Annyira komolyan gondolja, hogy már a szállást is lefoglalta a versenynek otthont adó Kranjban. A Tolna megyei férfi labdarúgó bajnokság első osztályának szeptember 9-i 5. fordulójában lejátszott Tolnai VFC, Dombovári FC mérkőzésen sem szakadt meg az a kiállítási sorozat, ami Kardos Ernő játékos edző tanítványainak eddigi összecsapásait jellemezte. Ugyanis a korábbi 4 találkozóhoz hasonlóan az ellenféltől ezúttal is leküldött egy magáról megfeledkezett focistát a bíró. A pontvadászat rangadóján 2 olyan gárda csapott össze, mely egyaránt 4 győzelmet szerzett az első 4 mérkőzésén.
A szép számú közönség az első félidő közepéig kiegyenlített mezőnyjátékot láthatott. A 24. percben aztán egy dombovári szabálytalanság után a hazaiak védője Nánási Attila belerúgott a földön fekvő Kovács Attilába, amiért a sípmester kiállította. A vendégek remekül használták ki az emberelőnyüket, hiszen a 32. percben Kardos Ernő a bal oldalról lövésre szánta el magát, és a labda védhetetlenül vágódott a hosszú sarokba. A vezetés megnyugtatta a szép találatot szerző játékos edző tanítványait, akik aztán támadásban is maradtak, ám több helyzetük ellenére az előnyüket nem sikerült növelniük. Már mindenki a szünetet várt, amikor Kovács Attila pontos rúgása nyomán a bőr a ketrec jobb alsó sarkában kötött ki, és ezzel 2-0-ás DFC vezetéssel vonulhattak a mérkőző felek az öltözőbe. A fordulást követően nyomás alá helyezték a tolnaiak a látogatókat, és ennek köszönhetően a 61. percben Szabolcska Tamás révén egy pontrugás után szépíteni tudtak. A házigazdák találatokat követően is lendületben maradtak, és 5 perccel később Szidi István átlövésével egyenlítettek. Az utolsó negyed órára fordulva Androsi Csandrás egy váratlan távoli lövéssel alaposan meglepte a tolnaiak hálóvérét, így ismét előnybe kerültek a dombóváriak. Az örömük azonban csak rövid ideig tartott, ugyanis a vendéglátók középpályása Horváth Máté valószínűleg beadni akarta azt a labdát, amely aztán lecsúszott a lábáról és behullott a DFC kapujának hosszú sarkába. A második félidőben kamikáze taktikát választó tolnaiak kevés figyelmet fordítottak a védekezésre, mert ezt a dombováriak nem tudták kihasználni, szorványos kontraakcióik sorra kimaradtak, így összességében igazságos döntetlen eredmény született a megyei rangadon. Most pedig nézzünk néhány szóbeli sporthírt. A dombóvári kupa asztali teniszverseny évek óta íródó történetében a legutóbbi, szeptember 9-ei megmérettetésen majdnem nevezési csúcs született, így a második legtöbb résztvevővel bonyolították le a Szuhai Sportcentrumban a vetélkedőt. A hobbiból játszók és a különböző bajnoki osztályokban szereplő versenyzők körében egyaránt nagy népszerűségnek örvendő versenyre, ezúttal Baranya, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun és Fejér megyéből is érkeztek pingpongozók, akik egyéniben és párosban küzdöttek meg egymással. A különböző megyei pontvadászatokban szereplő felnőtt duók között a dombóvári Katona Zoltán és a mágocsi Papendre alkotta páros remek teljesítménnyel a harmadik helyen végzett. Az ifjúságiak egyéni mezőnyében az ugyancsak helybeli Kőszegi Gergő kitűnő formát mutatva bronzmedáliát érdemelt ki. A többi számban vidékiek diadalmaskodtak. Nemrégiben 4 korosztály számára bonyolították le a budapesti Lantos Mihály Sportközpont atlétikai centrumában a Magyar Szuperliga döntőit, melyen kitűnően szerepeltek a dombóvári Vase versenyzői. A felnőttnök 3000 méteres akadályfutásában másodikként Tóth Lili Anna ért célba. Fazekas Gáspár edzőtanítványa az 5000 méteres síkfutásban is indult, ahol a negyedik helyen végzett. A junioroknál ugyan ő 2 aranyérmet nyert, mégpedig az 1500 méteres és a 800 méteres síkfutásban. A serdülő lányok mezőnyében az 1500 méteres akadályfutásban Tamás Zsófia a második lett, a 800 méteres síkfutásban ugyancsak az ezüstérmet érdemelte ki. A fiúknál a Tarimre által trenírozott Farkas Bence a 300 méteres síkfutásban a harmadik helyet szerezte meg. Az ifjúságiáknál a Dovasek 2 atlétája is 200 méteres akadályfutásban állt rajthoz, közülük a lányoknál Strik Joanna Mária másodikként haladt át a célvonalon, a fiúk között Tóth Boldizsár a harmadik helyen zárta a rangos megmérettetést. A Tolna megyei U19-es fiúlabdarúgó bajnokság szeptember 10-i harmadik fordulójában az eddigi 2 vereséget követően végre megszületett a dombóvári FC gárdájának első győzelme. Pálinkó Mihály edző ezúttal csatasorba állíthatta a múlt héten hiányzó Hirdor Feriket, aki jelentősen javított a csapat eddigi gyenge támadó játékán. Vezérletével már az első fél időben szép támadásokat vezetve 5 gólos előre tettek szert a Bátaszékre látogató dombováriak, akik a szünetet követően is ötletes akciókat vezettek. Azok többségét sikerrel is fejezte be a társaság. A DFC újabb 7 találatára csupán egyetlen válasz érkezett, így fölényesen 12-1 arányban nyertek vendégségben a fiúk. Kirdorf Erik 7-szer köszönt be az ellenfélnek, Pál Dániel és Gombos Tamás 2-2 találatot jegyzett, míg Berek Méri Norbert 1-szer volt eredményes. Kiütéses diadalával a tabella 5. helyére lépett előre a dombóvári gárda. További híreinket a Dombó TV és a 7200 Facebook oldalán, valamint a dombomedia.hu címen tekinthetik meg. Nézzük még egyszer röviden híradónk tartalmát. Új parkolót avattak, a Zöldliget tagóvoda előtt 18 autó fér el mostantól. Valami bűzlik szőlőhegyen, panaszkodnak az ott lakók.
ismét kerékpárra pattantak, ezúttal tüskében mondhatták el panaszaikat a városrészben élők. Kedves nézőink, ennyi fért híradónk mai adásába. Friss hírekért, információkért keressék fel weboldalunkat, melyet a dombomedia.hu címen érhetnek el. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!